fontos bejelentés. Tisztelt miniszterelnök úr, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, sok szeretettel köszöntök mindenkit, és külön köszöntöm természetesen a média képviselőit. Hogy itt a felvezetésben elhangzott, Karcagon mindig történik valami, és ez csak azzal, hogy egészítsük, hogy itt általában mindig jó történik, és a mai napon is egy ilyen szép bejelentéssel szeretnénk gazdagítani a híranyagot. 2013-ban a város úgy döntött, hogy egy észak-alföldi régiós pályázati lehetőséget ki szeretne aknázni, egészen pontosan a Nagykőrság főtere, Karcag városközpont funkció bővítése, fejlesztése címmel pályáztunk egy nagyon komoly összegre, hozzávetőlegesen egy 450 millió forintos pályázatról van szó, aminek négy pillére van. Az egyik a városházának a felújításáról szól, a másik pillér a kultúrapalota, a Dérényi Kulturális és Oktatási Sportközpont épületéről. Szó van a pályázatban a piac felújításáról, és természetesen azért a környezet, illetve a felújítandó épületeknek a környezete is meg fog újulni, tehát négy pillérből tevédjük össze ez a pályázat, amit szerencsésen megnyertünk. Ez a pályázat 100%-os támogatottságú. Mindenképpen örömteli a dolog, hiszen ezek az építmények, épületek nagyon-nagyon megérhettek arra, hogy a felújításuk megtörténjen. Kezdem talán a városházával, nem fontossági sorrendben mondom, természetesen a városháza több mint 100 éves épület, ugyancsak ugyan ilyen korú a kultúrpalotánk is. A városházának az egyik oldala már felújításra került. Ebben a pályázatban a déli homlokzat és a belső udvar homlokzatát, tetejét, tetőzetét és udvarát fogjuk felújítani. A déli esetében egy teljes külső felújításról van szó. A teljesség igénye nélkül mondom természetesen ezeket a dolgokat. A piac esetében is a beázások megszüntetése okán a tetőszerkezet felújítása lesz megoldva, annak a hőszigetelése, akadálymentesítés, és lehetne sorolni. Tisztelt jelenlévők, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon régóta vártunk már egy olyan pályázati lehetőségre, ami biztosítja ezeknek a nagyon fontos és közfunkciót betöltő épületeknek a megújítását, felújítását. Én úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára ez egy siker történet. Biztos vagyok abban, hogy a kivitelezőket látva, hogy pontosan és időben, precízen, jó minőségben fogják ezeket a felújításokat megoldani mindannyiunk legnagyobb örömére. Köszönöm a figyelmüket. Én is tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, miniszter urat, polgármester urat, a karcagi képviselőtestület tagjait, a sajtó megjelent munkatársait, és nekem nagyon jó érzés itt ülni ebbe a terembe, ebbe a társaságba, hiszen miniszter úrral, polgármester úrral éveken keresztül ültünk így, ha nem is pont ebbe a sorrendbe, ezen a széken, de Karcag város dolgait intézve, Karcag város fejlődését elősegítve, és ez is egy ilyen alkalom. Az elmúlt 24-25 évben több ilyen alkalom is volt. De ez a mostani különleges, hiszen évek óta, talán évtizedek óta készülünk arra, hogy a karcagi művelődési házat fel tudjuk újítani. Tudjuk azt, hogy nagyon sok rendezvény van, nagyon sok program van a művelődési házban, és igazából már megérett egy komoly felújításra, és ez is a programnak a része. Nagyon fontos az, hogy a piaccsarnokot is, hiszen a piaccsarnok egy fóruma volt a karcagiaknak az elmúlt évtizedekben a piac. Egy olyan találkozó hely, ami nem csak a vásárlásra alkalmas, hanem az embereknek találkozásra, beszélgetésre, és úgy látom, hogy az elmúlt néhány évben fel is értékelődött a piac. Hiszen a polgári kormánynak, az Orbán kormánynak és miniszter úrnak a közreműködésével újból teret nyertek a helyi vállalkozók termékei, a helyi termelők termékei, és azt kell látni, hogy nem a budapesti nagybani piacról hozzák már a zöldséget, gyümölcsöt a karcagi piacra, hanem egyre több újból a karcagi termelőnek
az árujait. És hát meg is érdemli ez a fórum, ez a találkozóhely azt, hogy újból fel legyen újítva. És hogyha idegenek jönnek más vidékről ide Karcagra, mindig megjegyzik azt, hogy milyen szép ennek a városnak a központja. Azt gondolom, hogy kevés ilyen város van, kevés ilyen település, amelynek a központja ennyire zöld, ennyire fás, ennyire parkos. Az önkormányzat erejéhez képest mindig igyekezett az épületeket is megújítani, de most azt gondolom, hogy egy új lendületet kaphat ez a megújítás, hiszen a művelődési ház, a városházának az a része, amely nem került eddig felújításra, és milyen érdekes az élet, az első Orbán kormány idején sikerült kétharmad részét felújítani az épületnek, az egyharmad része kimaradt, és most azt az egyharmad részét is fel fogjuk újítani, meg fog újulni, meg fog szépülni nem csak a városháza, hanem az egész város központja, amire mindannyian büszkék lehetünk, és úgy gondolom, hogy eddig is büszkék voltunk. És én örülök annak, hogy ez összefogással sikerült, hiszen a kormányzati segítség, az önkormányzat kitartó pályázati munkája, és hát bízom benne, hogy amikor vége lesz ennek a beruházásnak, mindannyiunk örömére fog szolgálni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, elnök úr, polgármester úr, tisztelt képviselőtestületi tagok, szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon fontos bejelentésnek vagyunk a részesei, hiszen három olyan épület újul meg Karcagon a Nagykunság főterén, itt a belvárosban, amely a lakosság számára alapszolgáltatásokat nyújt, sőt én azt hiszem az a helyes kifejezés, hogy olyan három épületről és intézményről van szó, amelyet minden karcagi igénybe vesz, minden karcagit szolgál, hiszen alig ha van olyan lakos, aki akár a téli nébe ne fordulna meg gyermekkorától egészen a bálkon keresztül a kulturális művészeti eseményekig, a déli ném művelődési központ, a kultúrpalota, lassanként 100 éve a karcagi művelődés, és a művészeti élet központja, megjelenítője, befogadója. A piac az úgy szintén mindenki számára fontos, közösségi tér, kereskedelemnek a szinte, ahol a helyi és az ide érkező termékek egyaránt gazdát cserélnek. A városháza pedig a benne helyet foglaló szolgáltató intézményekkel, illetve hivatalokkal, szintén több mint 100 éve már a közösségi élet fontos megjelenítője, és a Nagykun önkormányzatiságnak a szimbóluma is egyben, a város önállóságának is a szimbóluma. Én örülök annak, hogy ez a pályázat eredményes volt, és így a megkezdett felújításokat be tudjuk fejezni, illetve újakat tudunk kezdeni. Azt hiszem, hogy a piac az önmagáért beszél, erről volt is már szó. Fontos az, hogy a piac, mint kereskedelmi forma fönnmaradjon, versenyképes legyen más konkurensekkel, kisebb és nagyobb üzletekkel, és ezért miniszterként már jó néhány intézkedést hoztam korábban is. Erősítjük az őstermelők, kistermelők piacfőtási lehetőségeit. Az a célunk, hogy a gazdák közvetlenül tudjanak árusítani, és ehhez pedig piac, piacok kellenek. És itt Karcagon örülök annak, hogy a piacon a komfort az emelkedik, az épület felújítása megtörténik, és csak zárójelben jegyzem meg, hogy különösen az, hogy van egy termelői piac is, ami kifejezetten a gazdák részére nyújt lehetőséget. A Dérinén régen esedékes a felújítás, hatalmas feladat, ezt a város önerőből alig tudta volna megoldani, hiszen az épület az egy rendkívül összetett, kellemes megjelenésű, de bonyolult tetőzetű, hatalmas homlokzatú ingatlan, ahol meg kell őriznünk a művészeti szépséget is, úgy kell felújítanunk, hogy az korhű legyen. A városháza pedig, ahogy elhangzott egy részben már, fölújított ingatlan, ez is nagy falat, hiszen annak idején Magyarországon az egyik legelső betonvázas épület, szép stukkókkal, míves ablakokkal, tényleg a városnak a dísze, és a magyar középület építészetnek is egy olyan emléke, amelyet féltvőrzött kincsként kell vigyáznunk. A kormány, a nemzetügyek kormánya döntött, a pályázatokhoz biztosította a
teljes pénzügyi keretet, ez azt jelenti, hogy 100%-os támogatottságú pályázatról van szó. Ez korábban elképzelhetetlen volt, hiszen a város jó néhányszor nekifutott ezeknek a témáknak, 40-50%-os önerőt kellett biztosítani, hát ez nem volt lehetséges, és én most biztos vagyok abban, hogy a munka kellő minőségben határidőre meg fog történni, hiszen a finanszírozás, a háttér az egyértelmű. Arról is szót kell ejteni, hogy mindenki azt gondolna, hogy egy 100%-os pályázatot ugye az önkormányzat teljes létszámában támogat, de itt egy olyan példátlan eset volt, polgármester úr biztos erről többet tud elmondani, hogy a Jobbik képviselőinek még ez sem volt elég. Tehát nem volt elég a 100%-os támogatottság, nem szavazták meg ezt a pályázatot, nem tudom, hogy mire számítottak ők, nem, hogy 100%-ot, 1%-ot se tudnának adni, de ezt a programot ellenezték. A Fidesz képviselőkön múlik az, neki köszönhető, hogy ez a beruházás, amely 450 millió forint a városba érkezik. 450 millió forint nem kis pénz, ezt meg kell becsülni. 100%-ig önerőmentesen fordítható fejlesztésre, és én gratulálok a képviselőknek, hogy a munkát felvállalták, vállalták a konfliktusokat, ezt a munkát is el fogjuk végezni a kormány támogatásával. Hiszen mi itt élünk, előttünk van a város, de mögöttünk van a kormány. Köszönöm szépen!